Meddig akarsz még várni? Mutassuk meg ezeknek a szemeteknek, hogy velünk nem lehet szórakozni. És mégis hogy gondolod? Mondjuk meg nekik, hogy kiérjük az egyik túszt. Nekünk csak addig értékesek a túszok, amíg élnek. Én meg csak röhögnek rajtunk a zsarok. Uraim, uraim, egy pillanat, bocsássanak meg. Hadd mondjak valamit, egy másodpercet adjanak. Nagyon fontos. Mi a dörgés, Tata? Az én mesterségem az, hogy az emberi viselkedéssel foglalkozom. Úgy látom, hogy itt segítségre lenne szükség. Pszichiáter vagyok. Ha tényleg segíteni akarsz, adjál 10 milliót, és intézd el, hogy eltűnjenek a rendőrök. Honnan szerzek én itt most 10 milliót? Azt látom, hogy valamennyi konfliktus van kettőjük között. Nincsen konfliktus, csak ez a baromarcú mindig okoskodik. Nem okoskodik, nehezen viseli el a helyzettel járó feszültséget, de ha adnak néhány percet, elsimítom ezt a konfliktust. Majd én megnyugtatom. Kap egy maflás, aztán úgy fogja magát érezni, mint utoljára az anyja. Ne mosogass kézzel! A Bosch mosogatógéppel és finish kapszulával vizet takaríthatsz meg. Csecsé! Uram, uram! Tegyünk egy próbát. Na jó van, te mutasd meg, mit tudsz. És üljetek át mindent, még bárhol lehetnek túlélők. És sajnos halottak is. Gyerünk! Hogy áll az akcióterv? Minden a megbeszéltek szerint, ahogy a bázison elterve. Szervetődött egy újabb gondolat. Mesterlövészt állítom be. Ezt találta ki. Jobb ötlet? Értse már meg, hogy a sebesültek annak adnak segítségre van szükségük. Müller úr, szóljon már! Engedjék be őt, ismerem! Senki nem jöhet be. Doktor úr, maga az? Segíteni szeretnék. Sajnos az előfordulhat, hogy arra szükség lesz. Az embereim most vizsgálják át az épületet, és találhatnak még sebesültet. Vagy a túszokkal is történhet valami. Rendben, mit teszünk? A kórház tulajdonos, engedjenek! Fehér úr, engedjék be! Végre egy ismerős arc. Mióta örül, ha engem lát? Nem mondtam, hogy örülök, csak hogy ismerős. Egyéb, mi helyzet? Itt van valami, Vétel. Hallgatom, Vétel. Találtunk egy holttestet, férfi, Vétel. Vettem, vége. Találtak egy férfit. Ó, szegény ötlen. Vajon ki lehet? Nem lehet, hogy maga jobban tudja? Maga járt az alaksorban, nem? Úgy látom, kielégítő az állapota. Lesz elégvér a műtéthez? Nem tudom, még nem volt időm megcsinálni a vércsoport próbáját. Próbálom, s nincs idő. De akkor honnan tudjuk biztosan, hogy megfelelő vért kap? Pedig AB negatív. Igen, én is úgy emlékszem. Ez a standard eljárás, hogyha nem tudjuk biztosan. Értse már meg, hogy most nincs időnk erre. Én akkor is megcsinálom azt a tesztet. Jó, és a kész hozzal annyi vért, amennyi csak van. Nagyon szép volt, köszönöm. Nem úgy ilyeneket. Szeretlek. Réka. A gyerek. Minden rendben. Zoli, a gyerek. Együtt fogjuk nevelni őket, ahogy ettik. Réka, kérlek, ne beszélj. Kell még az erőt. És ki kell tartani. Kint és bent. Ez most itt két világ. Még van mód a választásra. Ha elkezdődik, a roham már nem lesz. Gondolom, a felől nincs kétségük, hogy a kommandosok megrohamozzák magukat, és akkor valamennyien elpusztulunk. Miről beszélsz, Tata? Adják fel magukat. És akkor valamennyien megúszuk élve. Ha elengednek minket, akkor enyhébb büntetésre számíthat. Kuss! Nem erről volt szó. Behatoltunk az alaksorba. Semmilyen ellenállásban nem ütközünk. Találtunk valakit. Úgy tűnik, még él. Később jelentkezem. Vége? Ha még ötször megkérdezi, akkor sem tudok más mondani, mint eddig. Van egy férfi hullánk. Még nem azonosították, de valószínű, hogy az egyik terrorista az. És mi van a másik taggal? Ahhoz magának mi köze? Egyébként is mit izgatja ennyire? Mert együtt menekültem Várnagy előddel, de szem előtt tévesztettem. Ha esetleg őt találtam. Még nem tudjuk, ki az. Nem halt meg. Könnyű lesz azonosítani. Igazuk volt, tényleg AB negatív. Na, akkor kezdjük el végre, már így is nagyon sok időt veszít. Van egy kis gond. Mi jöhet még? Mivel
nagyon ritka, ez az egyetség volt raktáron. Akkor szerezzem még. Felhívtam már a vérellátót, azt mondta, estére talán itt lesz. Addig nem bírjuk ki. Talán a megmentett túszok között, vagy a rendőrök, vagy a kommandós. Igazad van. Közvetlen vérátömlesztésben. Amilyen ritka ez a vércsoport, nem biztos, hogy találunk valakit. Mindegy, menjen, keresem. Intézem. Lehet, hogy mégiscsak elég lesz annyink, amennyi van, talán nem veszített annyi vért. Jó, legyen igazod. De ha meg is találjuk a donort, még mindig ott van a közvetlen vértranszfúzió. Óriási a fertőzés veszélye. Te most tényleg azon aggódsz, hogy megfertőződhet Réka, az Isten áldjon meg. Örüljünk, hogyha kibírja addig, amíg megtaláljuk a megfelelő vérdonort. Na, mégiscsak hiányoznak a csajok. Van ám itt egy vén majom is, elég idegesítő, úgyhogy ha nem sietek, őt lövöm le először. Tehát, szabad eltávozást kérünk, és a trükköztök, egyenként nyírom ki a túszokat. Te csak ne fenyeges engem, mert nagyon ráfázol. Én nem félek a haláltól, és ha nem teljesítitek, amit kérek, akkor először a túszokat lövöm le, és aztán végzünk magunkkal is. Na, ebből láthatod, hogy nekem nincs vesztenivaló. Nem várunk tovább. Kihozzuk a túszokat. Teljes készültség. Nekem mi lesz a dolga? Mit maradunk? Innen irányítjuk az akciót. Kárász az embereivel. Mérje fel a telepet, nézze meg hány emberre, milyen eszközökre lesz szükség. És velünk mi a terv? Ellenőrizzék a vérkészletet. Legyen kéznél kötszer és életmentő felszerelés. Megtaláltam. Fanny AB negatív. Felajánlotta a segítségét. Nagyon hálásak vagyok. Maga nélkül semmi esélyünk nem lett volna. Köszönjük szépen. De ez el fog tartani egy ideig. Egy-egység vérlefolyatása akár egy óra is lehet. Sajnos Fanny vére sem lesz elég, hogyha nem érkezik meg időben. Legalább nyertünk egy kis időt. Most már tényleg valaki mondhatna valamit Rékáról. Nekem mondod? Azt nem értem, hogy miért nem adhatunk neki mi vért. Rékának valami spéci vércsoportja van, nem? Egyszer mondott erről valamit, akkor nem adhatunk neki vért. De azért, mert nem vagyunk a rokonai. De ez nem csak a szervátültetésnél van így? Fogalmam sincs. Azt sem tudom, hogy mi a vércsoportom. Te tudod? Nem. Valami egyszerű, azt hiszem. Nekem bárki adhat vért. Halló, Zoli. Hogy van? Nem túl jól. De van már vér. Igen, kapott vért. Akkor minden rendben van, ugye? Bea, őszinte leszek. Ebben a pillanatban semmi sem biztos. Akkor az is lehet, hogy meg fog halni? Mit mondott? Azt mondta, hogy... Na, mondd már, hogy mit mondott! Azt mondta, hogy lehet, hogy Réka meg fog halni. Rendben, engedélyezem, vége. Oda, hát mi a helyzet? Megérkezett a mesterlövész, akit kérte. Tökéletes időzítés. Kárász most mutatja meg neki a lehetséges lőállásokat. Milyen adag? A szakma koronázatlan királya. Ha ő azt mondja, tiszta, biztosak lehetünk abban, hogy kapnak egy-egy golyót a homlokuk közepébe. Akkor kezdjük. Ahogy mondja. Teljes készültség, mindenki a helyére. Gyorsan, itt a férfi, akit az alagsorban találtunk. Ez előtt. Vigyük a kettesbe. A másik oldalra. Gyerünk! Menjél már át! Mi a könyörögjek? A rohadt anyjukat! Mi van odak itt? Készülnek valamire, nyüzsögök, mint a hangyák. A rendőrség kezdődik. Csinálni kell valamit. Különben nem leszek komolyan. Hagyjon! Ereszel! Kussoljál már vérembe, te meg engedd el azt a nőt! Ha lelövöm és kidobom az ablakon, akkor legalább tudják ki az úr! Azt mondtam, elengeded! Higgadjál már, ember! Kárász? Igen. Tüntess el az embereit a hátsó udvarról, a túszejtők rájuk látnak. Rendben. Nem engedhetnék vissza valamelyik orvos. Sajnálom, ez átok a kórházat. De súlyos sérültünk van, és nincs elég orvos. A főorvos úr bent van, nem? Épp a húgát próbálja megmenteni Kardos doktor úrral együtt. De itt van még Bánagy Erőd is. Meglőtték, műteni kell. Vigyék át egy másik kórházba. A többi beteget is elszállították, igaz? Nincsen szállítható állapotban. Jó. Akkor kerítek orvost. Köszönöm. Szóval... Előtt barátom nincs túl jó állapotban? Hát úgy tűnik, de ne aggódjon. Szerzek orvost.
csücs. Vigyázz sokat. Szeretném, ha tudnád, hogy mennyire hálás vagyok neked, hogy adtál vért Rékának. Ez nagyon sokat jelent nekem. Tudom. De hidd el, nem azért csináltam, hogy Réka megbocsáss azt, amikor veled. De ez eszembe se jutott. Majd elmondom neki, hogy neked köszönheti az életét. Talán jobb lenne, ha nem tudnál meg. Csak mentsétek meg. Ha túléli, akkor már megérte. Köszönöm. Ne haragudj, de most vissza kell sietnem hozzá. Persze. Még egyszer kösz. Hogy állunk? Keresztpróba negatív. Jöhet a biológiai próba? Jöhet. Reméljük, hogy nem lesz komplikáció, mert ennyire nem lesz elég. Meddig tart ki? 40 perc, maximum 1 óra. Ábrisom nincs? Nincs. És nullás? Senki. A biológiai próba is negatív. Akkor kezdjük a műtétet. Kezdjük. Tarts ki szépen. Kisfiú. Ó, nálam. Gyere ide. Jaj, de jó, hogy látom. Sokan. Gyere ide, kisfiú. Szia. Még mindig nincs vége ennek a borzalomnak? Sajnos nincs. Nincs. Nem sikerült a menekülési terv. Pár embert leszettek a rendőrök, de kettő gengszernek sikerült visszajutni a kórházba. Rékát meglőtték. Yeah. Úristen, súlyos? Az. Egy rohadt rémálom ez az egész. És Klári hol van? Nem akart otthagyni Pétert. Bár nem engedték vissza a kórházba. De hát mit tudott csinálni? Ez egy rémes helyzet. Akkor eljöttem, megpróbált ételt osztani az embereknek. Hát segít, ahogy tud. És maga hogy van? Nem jó. Isten, úgy nyugodtan jártatok. Főzök egy finom teját, nem? Van valami fejlemény? Hogy van? Meg vagyok. Mirapa? Klári? Nők is jól vannak. És Réka még bent van? Az a helyzet, hogy Rékát meglőtték. Hogy, hogy meglőtték? Tűzpárbaj volt a rendőrök és a gengszterek között, sajnos Réka is ott volt. A lábán találták el, sok vért vesztett. Jó. Bemegyek apához. Ne vicc. De hogy sem vicc, nem érsz sehova. Valdi, valdi. Mi lesz még?